Az év elején került be a 10 kiemelt államilag támogatott labdarúgó akadémia közé a Kisvárdai Intézmény. Ezzel együtt elkezdődött egy építkezés, mivel a felnőtt csapatnál és az utánpótlásnál összesen közel 120 különböző területen dolgozó szakember foglalkoztatására nyit lehetőség. Mint Révész Attila sportigazgató elmondta, bár még nem értek a munka végére, az elmúlt két hónapban szinte mindenhová megtalálták a megfelelő szakembert. Szakmai vonalon Szentes Lázár, élettani területen Somodi László az első számú vezető, a játékos megfigyelői hálózat pedig már megfelel a jelen követelményeinek. Emellett a klub és az akadémia építi nemzetközi kapcsolatait is. A nemzetközi kapcsolattartás tekintetében új igazgatót hoztunk a Hegedűs Tamás személyében. Az ő feladata egyértelműen az, hogy megismertesse a klubunkat határainkon túl is, és mind az utánpótláson, mind a felnőtt vonalon olyan szakmai konferenciákat, továbbképzéseket szervezzen, amelyből a klubunk profitálhat, és természetesen olyan szakmai fórumokat külföldön, ahova a különböző osztályainknak a munkatársai kimennek, tanulnak, ottan információhoz jutnak. Ennek keretén belül már mai nap egy remélem tartalmas konferenciát fogunk kollégáknak tudni előadni, ugyanis Izraelből egy korábbi szövetségi kapitány, a Maccabi Netanyahunak a szakmai igazgatója, akadémiai igazgatója teszi tiszteletét nálunk. A szakember elmondta, hogy egészen kiskorától figyelemmel kíséri a magyar futballt, 4 évesen volt, amikor ő köszöntette a pályán az Izraelben túrázó MTK játékosát, Hidegkuti Nándort. Z.F. Schelzer elismerően szólt a Kisvárdán tapasztaltakról. First of all, I want to thank Kisvárda for the hospitality. Először is szeretném megköszönni a meghívást. Amit itt Kisvárdán tapasztaltam, az nagyon tetszett. Láttam a szép stadiont, láttam a füves edzőpályákat, a műfüves pályákat, jártam az egészségügyi centrumban, az erősítőteremben, megnéztem a többi kiszolgáló létesítményt is. Minden gyönyörű. Már beszélgettem a vezetőkkel és az akadémia edzőivel is szeretnék tapasztalatot cserélni. A legfontosabb a kapcsolatépítés. Remélem a jövőben, akár itt Kisvárdán, akár Izraelben folytatódik majd az együttműködés, barátságos mérkőzések, tornára szóló meghívások, vagy közös szakmai rendezvények formájában. Az akadémián tartott szakmai este több hasonló elméleti és gyakorlati képzés követi majd Kisvárdán a jövőben.